Kárpátalja történelmi múltja, periférikus elhelyezkedése, nemzeti sokszínűsége, sajátos kulturális és természeti értékei kiváló alapjai az idegenforgalom fejlődésének. A turizmus fenntartható fellendüléséhez nagy mértékben hozzájárul az idegenvezetés. Az idegenvezetők világszövetsége kezdeményezésére február 21-én méltatják az idegenvezetők világnapját. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Rákóczi Tour turisztikai információs központtal közösen idén 7. alkalommal szervezett programokat, ezen jeles nap alkalmából. A főiskola földtudományi és turizmus tanszékének 3. évfolyamos hallgatói különleges interaktív városnézést szerveztek a beregszászi líceumok tanulói számára. A programra 100 iskolás jelentkezett. Az érdeklődők Beregszász történelmével és nevezetes épületeivel ismerkedhettek meg. Közösen karöltve szerveztük meg ezt a mai napot, már 7. alkalommal csatlakozunk az idegenvezetők világnapjához, és a mai napon 100 gyerek érkezett hozzánk a főiskolára. Beregszász 2 liceumából érkezett 4 osztály, és reggel 10 órától, illetve 12 órától indultak az idegenvezetések a városban. Tehát interaktív Beregszász városnéző programot szerveztünk a gyerekeknek. Ugye itt most szabad volt nekik telefont használni, és minden olyan dolgot, amit esetleg az iskolában nem. Tehát azt szerettük volna, hogy úgy ismerjék meg ezt a közeget, ahol lehet minden nap elsétálnak, minden épület előtt elmennek, vagy látják ezeket a szobrokat, de nem tudják, hogy mi a nevük, hogy hívják őket, és ezt szerettük volna egy kicsit közelebb hozni a gyerekekhez. A diákok nagyon ügyesek voltak, ők is én úgy gondolom, hogy élvezték magát az idegenvezetést, és a gyerekek pedig a programot 100%-osan átélték, és beleélték magukat, és beleadtak apait, anyait, úgyhogy nagyon ügyesek voltak. A szervezők a főiskola hallgatói számára is szerveztek programot. Dr. Tarpai József, a földtudományi és turizmus tanszék docense, a franciaországi Lourdes-ban a Szűz Mária tisztelet egyik leghíresebb zarándokhelyén tett látogatásáról tartott előadást. A jelenlévők megismerhették a szűzanya megjelenése folytán híressé vált város, népszerű zarándokhely történetét, nevezetes épületeit. Ahogy elmondtam, a feleségemmel igyekszünk minden évben valahova elzarándokolni, már arról nem is beszélve, hogy itt a környéken gyakorlatilag több mint 10 éve mi biciklivel eljutunk Máriapócsra, elzarándokoltunk, ez nekünk fontos, és ahogy elmondtam, tőlünk magyaroktól ez nem áll távol, tehát a Mária kegyhelyek, az zarándoklat, hiszen Csíksomlyó, ugye Székelyföldön, azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb magyar zarándokhely, ahova elmegyünk. És egy kicsit úgy azt szerettem volna, hogy ugye a diákok is belelássanak, hogy ne csak Kárpátaljában, ne csak Kárpát-medencében gondolkozzunk, hanem gondolkozzunk Európába vagy világ viszonylatba, hiszen gyakorlatilag ugyanúgy élnek az emberek, ugyanúgy utaznak, zarándokolnak, és egy olyan helyet szerettem volna bemutatni, ahol tényleg a világon szinte a legtöbben mennek, tehát évente 6 millió zarándok jár ott Lourdesba, és úgy hozta az élet, illetve a Jóisten, hogy tavaly sikerült a párommal, a feleségemmel elzarándokolni Lourdesba, és én már amikor ott voltunk, meg készültünk, akkor gyakorlatilag én már nyilván turisztikai szemmel is néztem egy kicsit, és örülök neki, hogy lehetőségem volt ma ezt így bemutatni a diákok számára. Tagja lehet minden olyan személy, aki nemes magatartásáról ismer. Farkas Tiffany Anasztázia, 3. évfolyamos hallgató véleménye szerint a turizmus ágazata számos lehetőséget biztosít a jövőben. Számomra nagyon érdekes volt, még soha nem hallottam ilyen előadást, úgyhogy egyszerre turisztikai szempontból is meg legyen közelítve a téma, és szakrális, vallási szempontból is meg legyen közelítve. Nagyon szeretek utazni, és szeretem az utazással kapcsolatos dolgokat is, illetve a turizmus ez ilyen nagyon sokoldalú irányzat, és úgy gondolom, hogy ebből sok felé el tudok indulni. Az immár 2 éve tartó orosz agresszió jelentős hatást gyakorol a kárpátaljai turizmusra. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a turisztikai ágazat jövőbeli fenntartható fellendülésében bízva jelentős szerepet vállal a felkészült, széles látókörű idegenforgalmi szakemberek képzésében.